ő is megcsinálja. Sokszor van olyan, hogy hazamegy egy alkoholatot. Sziasztok, hello mindenkinek, második perc után már én is megszólalok. Itt vagyunk most egy újabb videóban, és itt vagyunk a még továbbra is ezen a BZ vonalon a Siófok apácska. Na, apá, lecsinte rajta a kamerámat, itt vagyunk a BZ vasúton, összekavarodtam a Siófok kapos városvonalon egy BZ, és ugye több mint 3,5 órát vagyunk ezen a vonaton, és ugye nem mutatom nektek, hogy na, srácok, itt vagyunk már, mely le is szálltunk Kaposvár vasútállomáson is. Mondhatom nektek, hogy ez az első olyan városunk, ami egy kicsit durva, mert én még itt soha életemben nem jártam, úgyhogy ezt az élményt megosztam veletek, hogy megismerem Kaposvárt és a tömegközlekedését. Úgyhogy itt vagyunk szerintem be. És akkor remélem, itt ki lehet jönni. Aha. Kormányablakon, de jó. Igen, ezt ismerem, ezt a hangot. Szép is. Vasútállomása van ennek a városnak. És ugye utána néztem a Google térképen, amire nem így vakba indultam el, hogy azt tudjam, hogy bővel bjárpéről alatt, és utána néztem, hogy ilyen bordó emelni azt így a Székesfehérváron, meg azt is, hogy itt a hely és a ugye nincs össze a buszpályaudvar. Na srácok, akkor most itt vagyunk már Kaposvár vasútállomás előtt, és ugye most láthatjátok, hogy ott van a Spár áruház, most kaptuk vissza a fókuszt, és ugye ott be most bemenjünk egy kicsit, aztán pedig elindulunk buszozni. Csak itt 2 óra hosszánk van, de utána meg indulunk tovább busszal Pécsre, de és ott lesz 5 óra hosszánk, úgyhogy tudunk rengeteget buszozni. Hát majdnem azt mondtam villamosozni, mert rólizni, ugye sajnos nincs ott semmi, mert ugye volt ott régen természetesen, majdnem minden megyeszékhelyen volt takvillamosok, de megmondom nektek őszintén, hogy nagyon felférne oda a villamos, hogyha nem így nincs is troli. Utána még megyünk Szegedre, és ugye oda este 10 órára érünk, vagy fél 10-re érünk oda, de majd holnap délelőtt tudunk ott majd, de ott viszont van troli is, meg villamos is, ott tényleg srácokat van minden. És láthatjátok, hogy hoppácska, itt van egy Emán Lyon City, ugye ilyeneket láttam a térképen is, ugye. Ha valaki rá nagyítani.
mindjárt srácok, aztán nem tudjuk. Látjátok, itt megy. Na nézzétek srácok, hogy megy még a boltba, nem jöttünk ide. Ott van a lila busz. Na srácok, akkor most boltot megjártuk, a Spárt. Vettünk üdítőt. Meg egy kis növrét. Hát mindegy, ez nem kapcsolódik nagyon a közlekedésre, de azért elmondtam, de most az a lényeg, hogy ide át fogunk menni, és láthattok ott egy szól a lila busz, most én nem tudtam elolvasni róla, hogy hanyas. Nekem teljesen mindegy, csak menjünk el valamelyikkel, és akkor levideózom nektek. És az elmúlt napokban elmondtam nektek, hogy ugye voltunk Székesfehérváron, voltunk Veszprémbe, voltunk, hol voltunk még? Balatonfüreden, Siafoka, mondjuk Siafoka elég kevés videó volt, nem is kevés, csak egy videó volt. És ezeken a helyeken mindenhol megszólítottak, mondjuk Siafoka nem, de ott volt a Székesfehérváron a buszokat, hogy nem lehet kamerázni a buszokat. Ott volt a Veszprémben kettő is a buszon, meg a... Nem, Székesfehérváron, mert megszólítottak a buszállomáson, amikor Misivel voltunk, hogy ott a buszállomáson nem lehet kamerázni. Hát mondja a hülyének, hogy nem lehet ott kamerázni, közterület azért. Mondta is, hogy elég csúnyán, én nem vagyok olyan, hogy csúnyán beszéljek videóimban, de biztos én, hogyha videókívül biztos én is elmondom a véleményemet, de most nem mondok erről semmit, ezt lezárjuk, és ugye még volt a Veszprémben is megszólítottak, hogy ott kamerázok, hát meg minden sorolhatnám még, de mindegy, akkor most ezt hagyjuk el és egyelőre, és akkor megyünk a busszal. Nos, srácok, és akkor megyünk át a zebrán, a zöldre látott a lámpa, láthatjátok, hogy és hogy nem a Volánt csinálja ezt a kaposvári tömegközlekedés, hanem a kaposvári közlekedési ZRT, de itt van a 15-ös busz. Fogalmam is, hogy hova megy, de mi elmegyünk vele. Szép kis, nagyon szép, tényleg srácok. Ki kell nyitni, nem? És srácok, mit fedeztem fel, hogy még itt is vannak ilyen ez ugye a helyi autóbuszállomás, és Kaposváron úgy van, hogy itt van helyi, meg távolsági autóbuszállomás. Helyi, meg helyközi autóbuszállomás. És hogyha jól hallottam, még a buszokon is van utasszájékoztatás, úgyhogy szuper ez a kaposvári közlekedés, én úgy vettem észre. És akkor láthatjátok itt a vasútállomásnak még az egyik rész is, és ugye még itt van ment még a 4 bézs busz is. És azt vettem észre, srácok, hogy Debrecenhez hasonlóan itt is egyhangú az állomány. Ugye nem úgy, mint hogy hozzak rá például, mondjuk Budapesten, vagy Veszprémben például, ott ugye vegyes a járművek, itt is egyhangú gondolom, csak ilyenek vannak. De majd, hogyha megyünk a buszra, és akkor majd útközben majd hátra találkozunk majd más típusra, de én nagyon kevés esélyt adok neki, hogy lenne itt más busz. Na srácok, már jön is a 15-ös buszunk. Látjátok, hogy itt is minden elmondtak van, hogy mire házán. Biciklis. Láthatjátok, hogy csak emelnek vannak, jól tippeltem. Nem most vagy, hogy egyes vagy, és már 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 nem most
Sajnos a rádió, hogy ez nem tényleg csak igazi majdságában. Sziasztok!